Köszöntöm Önöket, ez a Tónusok, a Pécs TV kulturális magazinja. Mai adásunkból kiderül, hogyan működik online a Justy Ének stúdió. Egy anyáknapi klip erejéig ellátogatunk a pécsi mandulafához, és egy különleges utazási iroda működésével is megismertetem Önöket. Tartsanak velem! A Justy Ének stúdió évek óta foglalkozik a tehetséges énekesi vagy zenekari pályára készülő fiatalokkal, akiket rendszeresen hallhat a közönség a pécsi rendezvényeken, versenyeken. Az Ének stúdió március 21-ére hirdette meg nagy koncertjét a Kodály Központban. A befutó azonban sok más rendezvénnyel együtt elmaradt, és az Ének stúdió is bezárt, legalábbis egy időre. Ám a koncertet új időpontban, október 4-én mégis megtartják, a fiatalok pedig addig is online gyakorolnak és tanulnak. Vajon hogyan lehet így énekelni és tanítani? Erről is kérdeztem telefonon a Justy Ének stúdió vezetőjét és névadóját, Radóczy Justinát. Kezdetén én nem akartam online énekórát tartani, de ugye ennek több iránya is van. Én azt gondolom énektanárként, hogy éneket online tanítani nem lehet. Tehát fejleszteni olyan szinten, amilyen szinten az ember test közelben fejleszt, olyan szinten nem lehet. Az éneklés az egy olyan speciális dolog, hogy minden belül zajlik, testen belül. Tehát én nem látom belül a gégéjét a diáknak, amikor énekel, azt nekem meg kell hallani, hogy ő technikailag hogyan valósítja meg azt, amit meg kell valósítani. Míg mondjuk egy hegedűsnél lehet látni a testét, a kezét, vagy egy zongoristánát. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nehéz zenét tanítani ilyen körülmények között, pláne éneklést. Viszont mindenképpen azt mondom, hogy meg kell fogni a diákok kezét, és nem szabad elengedni őket. És ezért úgy döntöttem, hogy én is megpróbálom az online oktatást, aminek nyilván vannak tanuló szakaszai, tehát meg kell tanulni, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek a diákok, ugye az sem mindegy, milyen az internet sebesség, meg szóval nagyon sok apró technikai nehézség van, amit meg kell tanulni, túl kell lépni rajta. Nagyon kell koncentrálni egy ilyen órán, hogy halljam és szinten tartsam a diákokat, meg egyáltalán az érdeklődés az, hogy tényleg heti rendszerességgel akkor énekóra van, gyakorolni kell otthon. Ha az ember elengedi a kezüket, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elfelejtik, és igazából hát értelmetlennek tűnik az eddigi munka. Úgyhogy hát ne küzdünk ezzel a problémával, de vannak helyzetek, amikor azt mondom, hogy még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nem találkozunk mondjuk egy fél évig, mert zenét tanulni ugye csak is úgy lehet, hogyha rendszeresen dolgozunk rajta és rendszeresen fejlesztjük magunkat. Most nyilván azt mondom, hogy bizonyos szempontból fenntartható az énekóra így, tehát nyilván a nagy fejlődés az személyesen várható, vagy egy személyes kapcsolatból várható. Októberig még sok idő van vissza, de az énekstúdiósok lelkesedése töretlen. Nemrég jelent meg a közösségi portálokon első olyan daluk, amelyet a karantén idején otthon rögzítettek, és amelyet terveik szerint még sok hasonló követ. Most egy ilyen akcióterv, hogy egészen október 4-éig mindig készítünk egy új dalt, és a fő vonal az, hogy ez egy vidám dal legyen, hogy az a néhány perc, amíg megnézi a hallgató. Október 4-én pedig újra élőben hallhatja, láthatja a közönség a Justy Ének stúdió valamennyi énekesét. A koncertre nagyon készülnek az előadók, hiszen a befutót egy héttel az eredeti dátum előtt kellett lemondani. Így, hogy online azért találkozunk is, énekórákat tartok, azért a szinten tartás az megmarad, tehát én azt gondolom, hogy ugyanazt fognak tartani a diákok októberben is, mint márciusban. És hát a zenészek, profi jazzzenészek, úgyhogy ott szinte nem lesz probléma, hiszen egy-két felújító próbával ez tökéletesen fog működni. Nyilván a fiatalok között lesz olyan, aki mondjuk most ide járt középiskolába, aztán ki tudja, lehet, hogy külföldre kerül és nem fog tudni hazajönni. Én azt gondolom, hogy ez lesz az egyetlen nehézség, hogy itt akkor a műsort esetleg át kell variálni olyan diákok esetében, akik nem
lesznek akár Magyarországon, vagy nem lesznek a városban, és nem fognak tudni érteni. De azt gondolom, hogy ez meg olyan minimális létszám, hogy abszolút megoldható, hogy ugyanazt az élmény, ugyanazt a lelkesedést fogjuk így közvetíteni, mint amit már kicsit közvetítettük volna. Addig pedig sorra készülnek a karanténdalok, amelyeket közösségi oldalán publikál az Énekstúdió.